Az emlékmű, amelyet Pál József teveli és Erb József németkéri plébános áldott meg a 18. században megtelepült németek, a II. Világháború után letelepített székelyek és felvidéki magyarok közti megbékélési folyamatnak állít emléket. Talán egyedülálló az az emlékmű, ami itt található most már Tevelen. Most avattuk ezt fel. A három népcsoportnak, az itt élő németeknek, székelyeknek és felvidékieknek állít emléket. Azoknak az embereknek, akik ide kerültek, meg akik most is itt élnek. Ezen három népcsoportnak is a története mutatja meg azt, hogy mi magyarok csak a békét tudjuk megnyerni, a háborút sohasem. És ezért kell vigyáznunk arra, hogy a világunkat meg tudjuk őrizni. Számunkra más járható út nincsen, mint a béke. A teveli születésű Fischer József volt a megálmodója és mozgatórugója a kapuszobor létrejöttének. Itt a jelenlegi emlékmű egyik oldalán volt az édesapjának a szülőháza, másik oldalán az édesanyjának a szülőháza, és régóta megfogalmazódott benne, hogy kellene méltó emléket állítani ennek a történetnek. Természetesen én elmondom, hogy szerettük volna, ha ő nyilatkozik, de azt mondta, annak ellenére, hogy túl van a 6. X-en, azért még olyan érzelmi élményei vannak, hogy ő nem szeretne, illetve nem tudna könnyek nélkül beszélni. Az alkotás székelykapura emlékeztet, melyet egy sváb parasztház faragott oszlopa tart, és felvidéki magyar hímzés motívumokkal díszített. Megfogalmazódott benne, hogy mi lenne, ha egy megbékélés emlékművet hoznának létre, és nagyon pozitív fogadtatásra talált. A Petőfi utcai feszület mellett elhelyezett megbékélés és összetartozás emlékműve több mint felét a magyar kormány biztosította, és a fennmaradó 4 millió forintot pedig 90 magánszemély, civil szervezetek, illetve önkormányzatok adták össze.